A Nagy Mihályi Regionális Fejlesztési Ügynökség, mint főpályázó, a szlovákiai Televízia Zemplén és a Magyar Zemplén Televízió együttműködésével egy egyéven át tartó Európai Unió által támogatott projektet indított útjára a Sátoraljaújhelyben megrendezett workshoppal. A Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program keretében olyan műsorfolyam indult el, amelynek köszönhetően csütörtökönként 18 óra 40 perctől 20 perces magazinműsort sugároz a két televízió, hangzott el a nyitó konferencián. Emellett a főpályázó arról is szólt, hogy Zemplén, szlovák és magyar oldaláról két-két aktuális hír és rövid képes hír készül el, képes ajánlóval együtt. Emellett 8-10 perces magazinok. Szerintem az a legfontosabb hozadéka ennek a pályázatnak, hogy a médiumok közötti együttműködés megvalósulhat, mert a mostani időkben nekik van a legnagyobb befolyásuk az állampolgárok tekintetében. Éppen ezért fontos a pozitív hírek közvetítése is, hiszen mi bizonyos tekintetben egy egységet alkotunk. Több programban vettünk részt, mindig is kerestük az Európai Unió által kiírt lehetőségeket, hiszen az egész műsorfilozófiánk határmentiségre épül. Nagyon örülök ennek a közös projektnek, mert a műsorok segítségével megtudják a szlovákiai Zemplénben élők, hogy mi történik a határ másik oldalán, és viszont. Mindezen túl közelebb hozzuk egymáshoz az embereket a sok-sok információ által. És végül meggyőződésem, hogy ezzel a projekttel javítani tudjuk a szlovák-magyar viszonyt is. A jelenlévők fontosnak tartották kiemelni, hogy Zemplén jó hírét szeretnék hangsúlyozni annak értékeivel együtt. A workshop arra is lehetőséget adott, hogy a két televízió munkatársaik megismerkedjenek egymással. Az elmúlt évek, évtizedek során Kelet-Szlovákia mindig egy kicsit elfelejtett régiója volt. Ugyanezt látható, hogy ugye itt a zemplényi abói térség mindig valahogy lemaradtunk abból a fejlődési periódusból. Most van egy összefogásnak a lehetősége, felhívjuk a figyelmet, a két parlament figyelmét, hogy vannak közös konkrét projektek, kettő, felhívjuk Brüsszelnek a figyelmét, hogy van egy régió, egy televízió, van két parlament, aki ezt támogatja, hát lám, ez az európai kooperáció. A televíziós műsor internetes elérhetősége és műholdas sugárzása Zemplén határain túlnyúló elérhetőséget biztosít.